90 éve, 1931. október 27-én hunyt el Bakkai József városi erdőmester, a bugaci homokfásítás úttörője. Diplomáját Selmecbányán az Erdészeti Akadémián szerezte. 1913-tól dolgozott Kecskeméten, a híres város erdőmesteri feladatait látta el. Hallatlan szervezőerővel és vasakarattal az addig kezdetleges állapotban lévő városi erdészetet modern erdőgazdasággá alakította át. Az Alföld fásításának fontosságát már 1917-ben felismerte, és körülbelül 2000 holt homoki szőlőt csatoltatott az erdőterülethez. Jó részt neki köszönheti létét a máig fennmaradt 53 kilométeres Kecskemét-Kiskunmajsai gazdasági vasút, amit erdőtisztjeivel ő tervezett és építtetett meg. Emléktáblája a Kecskeméti Városháza díszudvarán, Osztrogonácz Péter fából faragott szoborportréja bugacon őrzi az emlékét.